Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen Babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a két barát kézen fogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, Vendel a szarvasbogár, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, Alfonz a tücsök, Ugri a szöcskelány, és Gömbi a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvónéni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek. Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből. Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karosszékéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének. Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babázz velünk! A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek. Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba? Szólt most Babócához Bogyó. Nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz. Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Jelmezbál. Egy szép napos délután a kis barátok Babóca házában üldögéltek. Ideje, hogy készülődjünk a jelmezbálra,
mondta Pihe a lepkelány. Te mi leszel? Kérdezte Bogyó. Az titok, válaszolta Pihe. Mindenkinek titokban kell elkészíteni a jelmezét, hogy meglepetés legyen. Bizony, szaladjunk mind haza, lássunk munkához, már csak 3 nap van a jelmezbálig, mondta Baltazár. Bogyó hamar eldöntötte, hogy gomba lesz. Fehér lepedőből köpönyeget vart, a gomba kalapot pedig egy piros tálkából készítette. Sok fehér pöttyöt festett rá. Babóca virágjelmezt készített. A virágszirmok lila papírból készültek. Zöld papírból leveleket vágott ki, és felvarta egy zöld takaróra. Ez lett a palást. Baltazár a méhecske és Dorottya a dongó kislány együtt készülöttek. Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözött. Gömbi, a kis virágbogár kényelmesen elhelyezkedett hintaágyában, és hozzálátott, hogy barna fonalból oroszlán sörényt készítsen. Az utolsó estén minden házikóban sokáig égett a villany. Mindenki a jelmezén munkálkodott, készülődött a másnapi mulatságra. Elérkezett a nagy nap. Az erdő lakói eldöntötték, hogy idén a szarvasbogár házában lesz a jelmezbál. Így aztán nekiláttak, hogy színes papírokkal, lufikkal, szalagokkal feldíszítsék Vendel házikóját. Eközben Lili a rózsabogár házában finomabbnál finomabb sütemények készültek a délutáni mulatságra. Babóca, Ugri és Döme a krumplibogár is segítettek Lilinek. Végre eljött a délután, és mindenki felvehette a jelmezét. A házigazda, Vendel, dobókockának öltözött. Izgatottan várta a vendégeket. Először Bogyó és Babóca érkezett meg, gomba és virágjelmezben. Hamarosan megjött Baltazár ördögnek, Dorottya angyalnak öltözve, és megérkezett Pihe is rákjelmezben. Megjött Ugri kaktuszjelmezben, Gömbi oroszlánnak öltözve, Döme szakácsruhába bújva, és megjött Lili szőlőjelmezben. Sok lila lufi csüngött a ruháján. A Szent János bogár ceruzának öltözött, a bolha polipnak, Csiga Csaba katonának, a kis hangya pedig palacsintának. És ekkor sírva betoppant Szellő, a szitakötő kislány. Eltűnt a gyönyörű királylányruhám. Szépen kimostam, kiakasztottam a faágra, de elvitte a szél. Szellő keservesen zokogott. A többiek vigasztalni próbálták. Neked adom a katonasisakom, nekem elég lesz a kard, javasolta Csiga Csaba. Nem, az fiús, nekem csodaszép királylány jelmezem volt, de elvitte a szél. Tudom már, készítünk neked új jelmezt, szólt Ugri. Napocska jelmezt. Ez már nagyon tetszett Szellőnek. A sárga függöny éppen jó lesz palásnak, kiáltott Babóca. A napsugarakat pedig elkészítjük ezekből a sárga papírcsíkokból, mondta Vendel, és leakasztotta a szalagon csüngő papírdíszeket. Ragasztottak, vágtak, vartak, alkottak mind, és hamarosan elkészült a gyönyörű napocska jelmez. Én pedig neked adom ma estére a kis lámpásomat. Egy ceruzának úgy sincs szüksége lámpásra, mondta nevetve a Szent János bogár. Köszönöm, mondta Szellő, és olyan boldog volt, hogy egészen elpirult örömében. Az erdő kislakói énekeltek, táncoltak, és mind egyetértettek abban, hogy Szellőnek volt a legkülönlegesebb jelmeze. Mert az a napocska, ami este is világít, igazán különleges. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Roller. Egy tavaszi napon Egon, a cserebogár, nekilátott, hogy barkácsoljon magának egy rollert. Egész nap fúrt, faragott, csiszolt, ki sem látszott a munkából. Amikor elkészült, lefestette feketére, és elindult, hogy megmutassa új rollerét a többieknek. A fiúk épp kosárlabdáztak a réten. Ott volt Bogyó, Vendel, Baltazár, Döme, Gömbi és Alfonz. Nézzétek, új rollerem van! Én készítettem! Hű, de szép!
Kipróbálhatom? Nem adom, az enyém. Csak mennék vele egy kört. Igen, mi is szeretnénk menni vele, csak egy kört, aztán visszaadjuk. Nem adom, mondta újra a cserebogár. Miközben Baltazár, Vendel és Egon veszekedtek, Döme megragadta a rollert és elszágoldott vele. Állj meg, hozd vissza! Az enyém, és nem adtam neked kölcsön. Senkinek sem adom kölcsön. Döme lassított, és Egon hamarosan utolérte. Add vissza a rolleremet! Tessék, itt van, mondta Döme, és hozzátette. Amúgy sem elég gyors. Nem elég gyors? Na, ide nézzetek! Még hogy nem elég gyors, hiszen alig értek a nyomomba, mondta nevetve, de közben nem vette észre az út közepén tátongó nagy gödröt. Vigyázz, Egon! Kiabált egyszerre Bogyó, Baltazár és Vendel, de már késő volt. Na, ezt igazán magadnak köszönheted, Egon, okoskodott Baltazár. Egon, mi történt veled? Nagyon összeszúrtak a tüskék, és ti miért nem segítetek neki? Kérdezte egy szuszra a rózsabogár. Egon a hibás! Akárhogy is történt, akkor is segítenetek kellett volna, amikor ilyen csúnyán elesett. Gyere, Egon, itt van a közelben a házam, lemosom és bekötözöm a sebeidet. Lili leültette Egont egy székre, és langyos vízzel lemosta a sebeit. Nem is olyan csúnya. Ekkor Egon halkan sírdogálni kezdett. Én vagyok a hibás, nagyon irigy voltam. Ha nem lettem volna ilyen, akkor nem történt volna baj. Akkor legközelebb ne legyél irigy. Köszönöm, hogy segítettél, mondta Egon búcsúzóul. Nem nagy ügy, hamar rendbe jössz. Egon bicegve jutott haza. Fájtak a sebei, nem tudott felszállni a rollerre. Hazaérve gyorsan ágyba bújt és elaludt. Másnap reggel új ötlete támadt. Elővette az ecseteket, a festékeit, most pedig átfestelek rózsaszínre. Na hát, Egon, ezt neked hoztam. Köszönöm, hogy segítettél. Hiszen ez csodaszép. Átfestetted? Kérdezte Lili. Igen, úgy gondoltam, feketén biztosan nem tetszene neked. Nagyon örülök neki, át is megyek vele Babócához. Jó utat, óvatosan menj, kiáltott Lili után Egon. Egon hazasétált, és épp leült volna ebédelni, amikor kopogtattak. Szia, Egon! Kezdte Baltazár. Csak meg akartuk kérdezni, hogy jobban vagy-e? Jól vagyok, ne aggódjatok! Legyintett Egon. Megígérem, hogy többet nem veszem el a rolleredet! Szólt bűnbánóan Döme. Már nincs meg a rollerem! Átfestettem és Lilinek ajándékoztam! Mosolygott Egon. De készítek majd magamnak egy új rollert, fordult a barátaihoz Egon. Megígértem Lilinek, hogy többet nem leszek irigy. Mindenki mehet majd vele. Egy keveset. Hurra! Kiáltotta Gömbi. Most pedig gyertek, egyetek velem. Almás pitét sütöttem. Szeretitek? Egon hamarosan elkészült új rollerével. Sötét zöldre festette. Pár nap múlva a kisbarátok mind összegyűltek a réten, és felváltva rótták a köröket a két rolleren. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bogyó rajza. Egy borús délelőttön Babóca, a katicalány, elővette az ecseteit és a festékeit. Szivárványt fogok festeni, döntötte el. Jó, helyeselt Bogyó, én meg egy virágcsokrot. Mindketten munkához láttak. Babóca nagy gonddal húzta egymás alá a szivárvány csíkjait, és Bogyó is sokat dolgozott a virágcsokorral. Festett bele három tulipánt, egy harangvirágot és egy százszor szépet. Már csak a szalag hiányzik és kész is van. Sietnem kell, délután átjön hozzám Vendel, Baltazár és Gömbi. Kártyázni fogunk. Igen ám, de ekkor Babóca véletlenül meglökte az asztal közepén álló poharat, és a víz mind ráömlött Bogyó rajzára. A szép színes kép szétfolyt,
A vonalak elkenődtek. Babóca, tönkre tetted a rajzomat! Ne haragudj, nem akartam, véletlen volt! Sírdogált a Katica lány. De akkor is tönkre ment! Duzzogott Bogyó, és nagy dérrel durral kilépett az ajtón. Hazamegyek! Várj, Bogyó, próbáljuk meg kijavítani! Szólt bizonytalanul Babóca, de a csigafiú vissza sem nézett. Közben eltűntek a szürke felhők, és kitisztult az ég. Amikor Bogyó hazaért, kitette az elázott képet a napra. A rajz hamar megszáradt, de hullámos és foltos maradt. Bogyó bánatosan nézegette a képet. Végül nagy sóhajtással félredobta az ágyra. Mindjárt megérkezik Baltazár, Vendel és Gömbi. Ideje rendet raknom. Hamarosan nyílt az ajtó, és beléptek a kis barátok. Ha-ha, Bogyó! Megjöttünk! Elhoztuk a kártyákat is! Gyertek be! Hívta őket a csigafiú, és mind asztalhoz ültek. Baltazár megkeverte a lapokat, Vendel osztott, és már is belekezdtek az első körbe. Gömbi hamar kiesett. Ahogy körbejárt a szobában, észrevette az ágyon heverő képet, kézbe vette, és megcsodálta. Na hát, Bogyó, ez gyönyörű! Te rajzoltad? Kérdezte kíváncsian. Bogyó meglepődött és zavartan válaszolt. Igen, én rajzoltam. Mind kérdezgetni kezdték Bogyót. Te találtad ki? Megmutatod, hogyan készül? Faggatta Vendel. Hogyan lett ilyen szép, különleges? Kérdezte Baltazár. Bogyó legyintve megszólalt. Igen, én találtam ki, igazán nem nagy ügy. Szívesen megmutatom nektek, hogyan kell ilyet készíteni. Ekkor belépett a házba Babóca. Egy nagy tál süteményt szorongatott a kezében, és félénken átnyújtotta Bogyónak. Ezt neked sütöttem, Bogyó, ne haragudj, hogy tönkretettem a rajzod. A többiek értetlenül meredtek Bogyóra. Dünnyögött Baltazár. Akkor nem is te találtad ki? Hát jó, nem is én találtam ki. Teljesen véletlenül sikerült így. Kezdte Bogyó. Babóca leöntötte a rajzot, szétfolytak a színek, és ilyen furcsa lett a kép. Kitettem megszáradni, végül úgy döntöttem, hogy megtartom, és nem dobom ki. Jó, hogy nem dobtad ki, nekem adod! Egy virágbogárnak igazán jól mutatna a falán egy ilyen szép virágcsokor. Lelkendezett Gömbi. Hát persze, neked adom, Gömbi, szólt nevetve Bogyó. Sajnálom, hogy olyan dühös voltam, kezdte a csigafiú. Nem haragszom, Bogyó. Elhoztam a szivárványos rajzomat, neked adom. Köszönöm, Babóca. Nagyon örülök. Ki is teszem a falra. Nincs kedved beállni kártyázni? Kérdezte a csigafiú Babócát. De igen, szívesen. És közben együk meg a sütit is, kiáltotta vidáman a Katica lány. Babóca, kit jó barát kalandja. Lámpások. A Szent János bogarak a foágon himbálózó gömbházban laktak a hegytetőn. Egy nyári reggelen arra ébredtek, hogy a ház leng, mint egy óriási hinta. Szélvihardul odakint, a szél lengeti a házat, mondta riadtan az egyik Szent János bogár. Meg kell állítanunk, mert leszakad, szólt a másik, de már késő volt. A kötél elszakadt, és a ház zuhanni kezdett lefelé. Kiáltották a Szent János bogarak, és villámgyorsan kiröppentek az ablakokon. Senkinek sem esett baja, de a ház összetört. Az erdő lakói összesereglettek a nagy hangzavarra. Összetört a házunk, sírt a legkisebb Szent János bogár, és odabújt Babócához. Majd építünk nektek új házat, ajánlotta Baltazár. A legnagyobb baj az, hogy összetörtek a lámpásaink, állapította meg a rangidős bogárka.
Majd megragasztjuk valahogy, csóválta a fejét Bogyó. Nem, Bogyó, nem lehet megragasztani. El kell mennünk a nagy világító bogárhoz, csak ő adhat új lámpásokat, szögezte le a Szent János bogár. Mikor indulunk? Kérdezték a többiek. Most, azonnal. A Szent János bogárkák útra keltek. Jó utat, kiáltotta Bogyó és Babóca. A bogárkák 3 napon át repültek. Az első éjszakát egy gomba kalapja alatt töltötték. Második éjszaka behúzódtak egy barlangba. Harmadnapra pedig megérkeztek a világító bogárhoz. Az öreg bogár háza épp olyan volt, mint a Szent János bogarak lámpása, csak sokkal nagyobb. A világító bogár lassan nyitotta ki az ajtót, nehezen mozgott, hajlott hátán 2 ezüst színű szárny csillogott. Hosszú sipkát viselt, és földig ért a szakálla. Olyan volt, mint egy varázsló. Gyertek be! Dünnyögte. A Szent János bogarak elmesélték, hogyan zuhant le a házuk, és hogyan tört el a sok lámpás. Igen, így volt, csak te tudsz segíteni. Jól van, segítek, adok nektek új mécseseket, de vigyázzatok rá, csak kevés erdőlakó tud világítani az éjszakai sötétben. Óvatosan egyenként átadta a lámpásokat a Szent János bogaraknak. Fogjátok, mondta, majd mindre rásuhintott a bottyával. A suhintástól fény gyúlt a lámpásokban. De szépek, köszönjük, ígérjük, hogy vigyázni fogunk az új lámpásokra. Lelkendeztek a bogárkák, és már ki is röppentek a házból. Fogunk lakni? Hova megyünk, ha hazaérünk? Kérdezgették egymást tanácstalanul. De nem kellett sokat törniük a fejüket. Ha-ho! Ha-ho! Gyertek erre, itt az új házatok! Kiáltotta egyszerre Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vendel és a többi erdőlakó. Beépítettük nektek a faodót, lelkendezett Bogyó. Igen, ablakokat és ajtót is tettünk rá, folytatta Pihe. Így már biztosan nem zuhan le többet a házatok, tette hozzá Baltazár. Köszönjük, mondták a Szent János bogarak, és fáradtan nyugovóra tértek új hajlékukban. Befeküdtek a 15 ágyba, és már is elnyomta őket az álom.